Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkosza Egyetem vezetője. Szeretnék néhány ezotérikus alapfogalomról beszélni önöknek, hiszen látom, hogy az interneten össze-vissza vannak a dolgok, vannak ott jók is, nem annyira jók, meg zűrzavarosak is. Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, mi is az az ezotéria, mik az alapfogalmai. Én Oroszországban végeztem, a pszichológia tudományok doktora vagyok, orosz végzettséggel, de már Oroszországban erősen ráálltam a parapszichológiára, és itthon ezt az orosz parapszichológiát oktatom a tanítványomnak, illetve annak a gyakorlatait folytatom, és különféle érdekes dolgokat tudunk csinálni a parapszichológia segítségével. Nézzük tehát az ezotéria egyes alapfogalmait. A jóga elméletében is nagyon sok ezotérikus alapfogalom van. Például a jóga azt mondja, hogy az élet fő alapszabálya, hogy éld koncentráltan, koncentrált figyelemmel az életed, ne akarj. Látjuk, hogy ezek nagyon érdekes dolgok. Ért koncentrált figyelemmel az életed, az annyit jelent, hogy légy egyhegyű. Mit jelent az, hogy légy egyhegyű? Az, hogy egyszerűen csak egy dologra gondolj, arra koncentrálj, de teljes figyelemmel. Hát ezt jól megnézzük parapszichológia szempontból, ez egy nagyon jó állítás, a probléma csak az, hogy vannak olyan embertípusok, akik ezt könnyen megoldják, ilyenek például az érzékeny kolerikusok és a kolerikusok. Vannak olyan embertípusok, akiknek ez nagyon nehéz. Ilyenek például a szangvinikusok. A jóga arról is beszél, hogy harmóniában kell élni. Harmóniában kell, hogy legyen a cselekedetünk, az érzésünk és a gondolatunk. Vagy inkább fordítva lett volna, hogy elmondanom, a gondolatunk, az érzéseink és a cselekedeteink. És ha ezt megoldjuk, akkor válhatunk szabad emberekké és harmonikus emberekké. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, viszontlátásra!